A díjnyertes művész Natalie Grant neve az egyik legismertebb a kortárs keresztény zenében. Ám 2004-ben egy olyan célt talált, ami túlmutat zenei karrierjén. Irónikus, hogy ennek nagyon kevés köze van az énekléshez. Az éneklés az, amivel foglalkozom, nem pedig az, aki vagyok. Szenvedélyének felfedezésére tett utazása akkor kezdődött, amikor az Esküt ellenségek című sorozat egyik epizódját nézte. Emlékszem, hogy ebben a műsorban mindig feltüntették, hogy az újságban megjelent szalagcímek inspirálták. Miféle szalagcímek? Lényegében olyan gyerekekről szóltak, akiket egy fekete furgon hátuljában árultak New Yorkban. A legártatlanabbakkal művelték ezt. Azon gondolkodtam, hogy ha ez a világon bárhol megtörténik, tudni akarok róla, és erre mindenki figyelmét fel kell hívni. Így hát eltervezte, hogy Indiába utazik, abba a térségbe, amelyet az emberkereskedelem epicentrumának tartanak. Ám két nappal az utazás előtt megrepett az egyik hangszála. Azt mondták, hogy talán soha többé nem fogok énekelni, és legalább 30 napig még egy árva hangot sem adhatok ki. És éppen Indiába készültem. Mégis elment a hangja nélkül. Sosem felejtem el, hogy egy olyan lánnyal találkoztam, akit a 12. születésnapján a saját szülei adtak el, és csak 21 évesen szabadult meg. Tehát 9 évig kereskedtek vele. Csak egyetlen dolgot tudott mondani angolul, amit meg is értettem. Megfogta a kezemet, és azt mondta, Jézus, Jézus, Jézus. Úgy gondolkodott, rendben, nem tudom angolul elmondani az egész történetemet, de amikor kimondom ezt a nevet, tudni fogod, hogy minden rendben lesz. Azért mentem oda, hogy megtanuljam, hogyan lehet kiszabadítani őket. Ezek az összetört emberek mutattak rá, hogy Jézus a legcsodásabb munkáját a törött darabokon végzi el. Amikor egy hangot sem tudsz szólni, és csupán Istenre támaszkodhatsz, és hallgatsz, nagyszerű dolgok történnek. 2005-ben többet magával megalapította a Hope for Justice non-profit szervezetet, melynek célja, hogy az emberkereskedelemnek vége szakadjon. Ezért áldozatokat mentenek ki. Nehéz elhinni, hogy a szervezet, amely egy kis álomnak indult, amikor azokkal a lányokkal találkoztam Indiában, ma már 3 kontinensen, 44 országban, 64 irodával működik. Nagyszerű, amikor azért az ügyért használjuk a hangunkat, amelyet Isten belénk helyezett. A művész feleség, anya és üzletasszony most azt reméli, hogy könyvével segít más nőknek is megtalálni azt, amire Isten elhívta az életüket. A könyvben megosztja a saját utazását a bulimiától, meddőségtől, önbizalomhiánytól és depressziótól, melynek végén megtalálja identitását Krisztusban. A könyv végig tele van a saját történeteimmel, de több azoknál. Tele van bibliai példákkal is, mert hiszen a hangunk megtalálásának alapja Isten beszéde. Natalie szerint a nők számára elsősorban az Istennel való személyes kapcsolatból származik a magabiztosság. Azért imádkozom, hogy mindenki, aki a könyvemet elolvasta, rádöbbenjen, hogy ki is valójában Krisztusban, kinek mondja őt Krisztus. A Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat és a felfedezés, hogy Isten rajta keresztül néz minket, valamint kegyelme az életünk felett elkezdi megváltoztatni életünk minden egyes területét. Megerősíti a házasságunkat, képesebbé tesz a gyermeknevelésben, megerősíti a barátságokat és az életünk minden területét, hogy megtaláljuk önmagunkat. Először meg kell értenünk, hogy kik vagyunk Krisztusban. Azért imádkozom, hogy mindenki, aki elolvassa a könyvemet, nagyobb rálátást nyerjen Krisztusi identitására. Én hiszem, hogy Jézust megérteni, az a minden. And I think that understanding changes everything.